Pápai Eszter a vendégem a következőkben. Nagyon sok mindenről fogunk vele beszélgetni, ugyanis a hó végén zárul egy kiállítás, de rögtön a zárásra rákötve egy verses kötet is megjelenik, a harmadik a sorban, sőt az Epika műnevébe is kalandozni fog Eszter hamarosan, meg fog jelenni egy kötete, erről is fogunk beszélgetni, úgyhogy nagyon-nagyon sok témánk van, fordulok is hozzá. Szervusz, köszöntelek! Szia! Hát honnan kezdjük el? Ugye azt tudjuk rólad, hogy a Váci Költők Társaságának oszlopos tagja vagy, művészetterapeuta is, és ezben művészetterápiával is foglalkozol, viszont azért az, hogy az Epika világába a regény felé is elkalandoz, ez korábban is fölmerült benned, és tudom, hogy nem ezzel kezdjük a beszélgetést, de mindenképp meg kell kérdezem, félek, hogy elfelejtem, hogy ez egy régi álom volt, hogy csinálj ilyet, vagy ez egy miért is ne? Szerintem arról van szó, hogy erre megérik az ember. Nem mondom, hogy ez szabály, és nincs kivétel, mert vannak, akik nagyon fiatalon szenzációs regényeket írnak, de akkor ezek szerint én nem ilyen vagyok. Kell ehhez egyfajta érettség, élettapasztalat. Én azt gondolom, és nem is izgatott korábban a regény műfaja, megmondom őszintén, sokkal inkább a verseim is általában rövidek, egyperces novellákat írtam. Tehát nekem sokkal inkább érdekes az, hogy valamit olyan nagyon kikristályosodva megfogalmazni. És hát azt gondolom, hogy lehet írni sok oldalon keveset. De egyébként egészen konkrétan arról volt szó, hogy ugye a Covid idején megkeresett valaki, éppen egy nehéz élethelyzetben volt egy hölgy, önmagát terápiázva írta a visszaemlékezéseit, felvillanó kis emlékképeket, lejegyzetelte, és azt mondta, Eszter, írd meg a történetemet. Ez volt a kiinduló pontja, de aztán én úgy gondoltam, hogy ez még kevés nekem, bár nagyon izgalmas az élete, és teremtettem még hozzá, hát így idézőjelben, két másik főszereplőt, és így készült el végül az Akinek szárnya nő című regény. Na, erre visszakanyarodunk, viszont haladjunk kronológiailag. A kikristályosítást, ez nagyon érdekes, hogy mondtad, mert hogy tulajdonképpen a festészet az talán a legkikristályosítottabb, hogyha nézzük az összes alkotói tevékenységet, amit végzel, hiszen az tényleg az az egyetlen pillanat, amiről az a kép szól. De mégiscsak van nagyon jó kapcsolódási pontjai a harmadik verses kötettel. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Én gyerekkoromtól kezdve így egymás mellett haladt, és sokáig vetélkedett a két dolog, hogy inkább képi alkotó leszek, vagy sem. Nem tudom, hogy eldöntötték-e már a meccset, de valószínűleg, hogy igen, bár soha nem mondhat soha. A lényeg az, hogy én ennek ellenére, hogy ezek valóban képek, én úgy mondtam a megnyitón, hogy ez egy gondolatkiállítás. Mert hogy, ha nem is szó szerinti illusztrációk, de mégis az történt, hogy a három verses kötetnek a kis szösszenetei, sőt ki is vannak téve vers részletek, azok mellé párosítottam képeket, és úgy gondoltam, hogy ezáltal, hogy mégis ott van egy képi megjelenítés is, talán sokkal hitelesebben, teljesebben, érzékletesebben tudom elmondani azt, amit egyébként szeretnék. Ez azért különleges, amit mondasz, mert hogy általában azért választja valaki az egyik kifejezési módot, mert abban érzi úgy, hogy manifesztálni tudja azt a gondolatot. De az, hogy te meg úgy vagy vele, hogy megírsz valamit, de hogy azt ki tudod egészíteni még képpel is, ez valami, tényleg ahogy mondod, hogy a két dolog vetélkedik a fejedben, és hogy nem mindent tudsz megírni, nem mindent tudsz lefesteni, viszont együtt valószínű valami koherenciát hoz. Lehetséges, hogy így van. Egyébként nem utólag születik meg a két kép, sőt, tehát az ott van, és nagyon egyébként nagyon látom magam előtt. Most azért mégiscsak visszaugrok a végére a regényhez, hogy például kimondottan egy filmszerű feldolgozásban írtam meg, olyan, mintha egy film jelenetei villannának fel,
és halványulnának el egymás után. Úgyhogy hogy ez a képi látásmód egyébként alapvetően is azt hiszem, hogy jellemző rám. Mindenképpen, csak hogy nagyon sokszor van az, amikor az ember alkot, hogy nem feltétlenül a pillanatot akarja alkotni, de hogy neked akkor ehhez egy ilyen különleges kötődésed van minden szempontból, hiszen ahogy mondod, még a regénynél is a felvillanó képek és pillanatok azok, amik dominánsak. A pillanat alkotója. Odaírhatod magad még zárójel. Köszönöm, ezt még nem. Ezt még nem? Ez még nem volt. Ez még beteszem nem volt. A repertőre. Jó. A kiállítás április 27-ig a Torony Galériában látható. Mennyi kép van kint egyébként? Hát ez egy komoly kérdés, mert most biztos, hogy nem mondom meg, ha csak nem kezdem itt számolgatni, mert nem erre fektetem a hangsúlyt, és az is igaz, hogy szállítás közben két kép össze is tört. Jaj, úgyhogy, Istenem! Úgyhogy végül nem is annyi akkor van kint, amennyi. N-2. Igen, N-2 darab. Jó. A kötet bemutatóról egy picit beszéljünk, a harmadik verses kötet bemutatóról. Hogyan tervezed ezt? Azt gondolom, hogy abszolút követem a hagyományokat, ha lehet ezt mondani, mert a korábbi bemutatóknál is mindig én úgy érzem, hogy ez egy ünnepélyes pillanat számomra, és szeretném, ha mások számára is az lenne, hogy mindig egy zenés verses műsort állítunk össze, tehát egy csapat készül, tényleg, ahogy kiírtam a Facebookra, szívvel, lélekkel készülnek mindannyian. Egyrészt a Váci Leltár együttes az, aki már több versemet is megzenésítette. Nem, elsősorban nem megzenésíthetőek a verseim jellemző módon. Aztán jött a Leltár. De vannak köztük olyanok, amelyek alkalmasak rá, sőt azokat majd, hogy nem eleve dallammal hallja meg az ember, amikor megírja. És ők közreműködtek a korábbi bemutatón is, úgyhogy őket nagy szeretettel újra hívtam, új dalokat mutatnak be, új versekből, illetve Gödöllőről is érkeznek előadók, Benedek Krisztina népdalénekes, már régebben is mindig küldött, Eszter, ha meglátott egy verset, Eszter, ezt én már is éneklem, és küldte át az ilyen spontán dallamot, és beszélgettünk róla, hogy egyszer majd lesz olyan, hogy akkor ő is közreműködik, tehát ő is lesz. Lesz egy olyan kis csavar, hogy nemrég megkérdezték tőlem, hogy akkor mi a véleményem a női költészetről. És én azt mondtam, ez csak az én véleményem, nem biztos, hogy ez bármit is jelent, hogy én úgy hiszem, hogy nem női költészet van, hanem vannak költők, akik történetesen nők. Uh-huh. És ezáltal nyilván vannak dolgok vagy témák, amit másképp írnak meg, mint egy férfi. De ezzel együtt nem gondolnám, hogy egy férfi adott esetben nem mondhatná el hitelesen egy női költő versét, és ezt erre is majd láthatunk példát. Úgyhogy akkor ez egy kis meglepetés maradjon. Tehát sok-sok érdekességgel próbálunk ilyenkor készülni, hogy aki a verseket, a zenét szereti, az jól érezze magát. De is fogsz olvasom? Én mindig mondok verset. Ezért kérdezem, csak hogy ez kimaradt a műsortárból. Azt azért nem említettem, mert hogy aki részt vesz ezeken, nem csak itt, más programokon is gyakran mondok verset, tehát ők tudják, és az unokanővérem, ő éhivatásszerűen színésznő, Pápa Erika, ő is közreműködött a legutóbbi bemutatón, és most is eljön, tehát egy kicsit látni azt a különbséget, hogy milyen az, amikor egy hivatásos előadó, és egy olyan, akinek nem ez a hivatása, viszont nála jobban senki sem ismeri az adott verset. Igen. Erről azt hiszem, hogy már egyszer beszélgettünk, mert ez nekem mindig egy ilyen furcsa dolog, hogy általánosságban az szokott lenni az eredmény, hogy a költő hiába ismeri nagyon jól a versét, mivel ő
eredendően költő és nem előadó, ezért nem mindig sikerül azt átadni, amit egyébként le akart írni. Tehát, hogy ez egy nagyon, itt van ugye a Babits Mihálynak, ismerjük ugye az Esti kérdés című verse megvan, és szegény nem tud jól verset mondani, holott egy fantasztikus versről van szó. Hogy ezzel kapcsolatban te nem érzel magadban küzdelmet, hogy... Én nem érzek magamban küzdelmet, ha küzdelmet éreznék, akkor nem csinálnám. Akkor biztos, hogy nem is lenne jó. Hogy mennyire jó, azt most én itt nem fogom eldönteni, de azt azért mondom hozzá, hogy ez gyakorlás kérdése is részben. Tehát adottság és rengeteg, tehát rutin kérdése is egy idő után természetesen. Persze. Jó. Ez a 27-én, ugye? 27-én a Pannonia ház épületében, fönn az emeleten, emeleti kiállítóteremben 15 óra. Kezdett el lesz ez a összművészeti kötet bemutató, akkor gyakorlatilag. Igen, amit már itt tartok egyébként a kezemben. És szeretett volna felolvasni a hátulját a kötetnek. Igen, mert a címéről még nem beszéltünk, pedig szerintem az is most egy nagyon izgalmas dolog. Ez a változó kor, és szándékosan nem mondom, hogy változó kor, pedig ugye itt az életnek az az izgalmas tragikomédiája is ugye előáll, amikor egy olyan világban és időszakban élünk, amikor tényleg brutális változások vannak minden szinten, az emberiség szintjén, társadalom szintjén, és akkor még úgy oda csapódik az, hogy az éppen változónak becézett korban éli meg ezt az ember. Szóval ez minden szinten egy izgalmas helyzet, úgy hiszem, és nagyjából e köré, a téma köré kapcsolódnak a versek, és a hátoldalán lévő kis szösszenet. A költő mindig hisz a változásban, a mindent átíró megújulásban, az élet természetéből fakadó végtelen körforgásban, a transformációban és az újra meg újra átélt feltámadás misztériumában. De hisz a változatlanban is, amit a szívében és az elméjében őriz, és amit koroktól, hatalmaktól és trendektől függetlenül elpusztíthatatlannak és öröknek remél. Dalol róla akkor is, ha körülötte már mindenki csak legyint, és álmában is vigyázza utolsó leheletéig. Lehet, hogy ezzel már elmondtam valamit talán a tartalomról. A változás azért érdekes, és talán ez lehetne az egyik kulcsszava is annak a kornak, amiben élünk, mert azt gondolom, hogy ugye az van ez a mondás, mindenki ismeri, a pantarej, minden változik, de hogy általában az ember azért arra van determinálva szerintem, hogy hát megvannak a változásai az életben, de hogy ennek ez elnyúlik egy életen keresztül. Most viszont azért is jók ezek a témák, amiket boncolgatsz, mert hogy a változás most már úgy ér minket, hogy hétről hétre szinte fenekestül fordulhat föl az életünk. És még korábban tényleg azt mondta az ember, hogy vannak nagy változások az életeibe, 2, 3, 4 mondjuk, most ennyi jut nagyjából egy hónapra. És ehhez jók ezek a fogóckodók, és kellenek is, és talán a modernkori művészetnek ezt meg is kell adni, hogy tudjál újra és újra kapaszkodni valamibe, és hogy a változást elfogadni, és mi meg változatlan. Ezben őrizni azt, amit lehetséges egyáltalán. Amit kell, és lehet. És ez egy, azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon aktuális kötett tartalom, ahogy te is említetted. És mennyire lesz aktuális az, ami hamarosan jelenik meg, ez amiről már beszélgettünk a felvezetésben, meg már vissza is kanyarodtál rá, ez a felvillanó képekkel. Egy terápián ismerted meg egyébként ezt a hölgyet, akinek az élete adta? Részben kliensem is volt, de munkatársnőm is. Ő maga is segítő. Aha. És nyilván ennek is van egyfajta hozadéka, és azt gondolom, hogy nyilván cél is az, hogy segíthet sokaknak. Pusztán azzal, amikor valaki elolvas valamit, vagy találkozik olyannal, és azt mondja, nem vagyok egyedül. Velem nincs semmi baj, hiszen más is átélhet ilyen dolgokat, és ha ezt kimondja valaki, akkor az önmagában már egyfajta katarzis élményt és felszabadító élményt tud adni. 3 nő a főszereplő egyébként, ez sem titok, 30-as, 40-es és 50-es generációba tartozó hölgy,
teljesen más személyiség, teljesen más életkörülmények, de az, hogy nők azért, az mégis egy nagyon fontos, és hogy ma, ugye ez egy abszolút a mai korban, a jelenben játszódó történet. Igaz, hogy olykor a múltba is visszakirándulunk, visszaemlékezések és ilyen családfa történet kutatás eredményeképpen, de abszolút jelenben, és azt gondolom, hogy ami egy nővel megtörténhet, az majdnem minden előkerül ebben a regényben. És akkor ő nekik egyébként van egymáshoz kötődésük, vagy ez majd kialakul, hogy végül hát van? Első pillantásra teljesen különálló életek, aztán a történet folyamán mégis hát aztán a szálak úgy alakulnak, hogy ennek a három nőnek nem csak, hogy köze lesz egymáshoz, hanem tulajdonképpen hatnak is egymásra. Azt mondtad, hogy ugye a kiinduló pont egy nő volt, és kettő Igen. pedig te alkottál hozzá. Meg lehet kérdezni, hogy melyik volt a három életkorból, aki kiindulásként benne volt? A hölgy akkor 40-es éveiben járt, de ez azért nem fontos válasz, mert hogy nincsenek tiszta típusok, tehát az ő anyagát is úgy dolgoztam fel, hogy nem egy hősbe gyúrtam bele az ő dolgait, hanem mindent nagyon összemixeltem, mert úgy gondoltam, hogy így sokkal izgalmasabb, és amire nagyon vigyázok mindig, hogy ahogy említettem is, hogy nincsenek tiszta típusok, tehát, hogy a valóság azért ott van nyomokban, de inkább annak a visszatükrözéséről van szó. Világos. Hamarosan meg fog jelenni, nem mondjuk meg, hogy mikor, viszont azt lehet-e tudni, hogy hol lesz elérhető? Hát országosan, könyvesboltokban, igen, a kiadó dolg, ez igazából világos, most persze, abban persze. A... Csak hogy akkor az a lényeg, hogy országosan elérhető. Vagyok, ez nagyon jó ilyenkor, hogy én végül is az én magam munkáját megtettem azzal, hogy megírtam ezt a kötetet. Világos. Hát nagyon várjuk, hogy megjelenjen akkor ez a kötet is, és hát most mit tudok neked mondani, hát még csak április van, de már ennyi mindent produkáltál. Mi van még, ami, vagy most pihensz egy kicsit, vagy nem pihensz? Hát, amit mondasz, ezen én is gondolkodtam. Ez nyilván véletlenül jött így össze. Persze. A kiállítás is össze lett volna, csak én átadtam valakinek, de az élet egyébként ilyen. Tehát, hogy vannak ilyen üres járatok akár évekig, és utána meg olyan gyorsan felpörögnek az események, és nyilván van egy csomó tervem, mert szeretnék a költőcsapattal is majd az év másik felében, és egyébként pedig dolgozom most is, egy újabb köteten, úgyhogy ilyenkor az ember, a másik, ami nagyon fontos, hogy amikor az ember így a kezében tartja, és nem sokára a másik, tehát amikor ez kezemben van, akkor én ettől már nagyon távol vagyok. Persze. Tehát, hogy általában időben az átmenet az olyan hosszú, hogy mire papírformát ölt, addigra az én gondolataim és érdeklődésem már messze van ettől. Hát ugye ez egy irodalom elméleti elképzelés, ugye, hogy gyakorlatilag ott véget ért az író feladata, hogy befejezte, és onnantól majd akkor kell újra életre a szöveg, mikor valaki befogadja, tehát elolvassa. Közben ugye az irodalom elmélet úgy veszi, mint hogy ez nem is létezne, hiszen az egyik oldalról lezárult, a másikról meg még nem nyílt meg, úgyhogy ez mindenképpen, ez is egy érdekes dolog. De akkor a költőcsoporttal is úgy néz ki, hogy lesz megint. Minden évben van. Tudom, úgyhogy csak hogy ezt az évet sem ezt szeretnénk. Ezt az évet sem rendben van. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát mondanám, hogyha lesz még valami, akkor gyere, de hát folyamatosan van, úgyhogy várunk vissza szeretettel, és akkor beszél az elkövetkezőkről is. Köszönöm, hogy itt lehettem, és várunk szeretettel mindenkit jövő szombaton.